Nem volt könnyű ide találni. Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Csatangolót látják, és ma egy olyan helyre érkeztünk, ahol önök még egészen biztosan nem voltak, ez pedig a Kazinczy Ferenc Múzeum Sátoraljaújhelyen, és egészen pontosan a pincében vagyunk, ahol egy új kiállítás nyílt, de hogy hol is vagyunk pontosan, azt már is megtudakolom. Szervusz Gábor! Szervusz. Én még nem jártam ebben a teremben. Nem is járhattam még, hiszen ez a terem eddig nem volt használva, vagy legalábbis nem kiállító térként használtátok. Most viszont gyönyörű kiállított tárgyakat látok, rengeteget. Mi a célja ennek a kiállításnak, és pontosan mit láthat az ide látogató vendég? Valóban ez egy olyan raktára volt a felszín alatt, tehát a föld alatt egy alaksori raktára volt a múzeumnak, ahol sok minden, úgymond lémlombot, szerszámokat, stb. Tartottunk, amit mi használtunk rendszeresen, illetve itt van a hőközpont mellettünk, tehát ide időnként le kellett járni. Ezt látjuk itt, igaz? Mellettünk is zúg egy kicsit, illetve ennek az új szellőztetése is zúg. Elég romos állapotban volt. És hát azt gondoltuk, hogy abban az állapotban fenntartani nem lehet, illetve próbáltunk meg olyan teret nyerni, ahol további funkciókat kap a múzeum, konkrétan például ez az úgynevezett látványraktár, vagy pedig foglalkoztató. A foglalkoztató azért volt fontos, mert az erőjárók kalauzában nagyon sokféle foglalkozás történhet meg, ugyanakkor kényelmetlen abból a szempontból, hogy az a sokféle tárgy nincs ott. A kiállításban nem illik belerakni mindenféle ceruzától foglalkoztató feladatlapokig, stb. Tehát ezzel a kiállítást megzavarnánk. Ugyanakkor a hozzá kapcsolódó nagyon sok ötlet megvalósításához jól gondoltuk, hogy kell egy olyan tér, ahol egy kisebb csoport, mert ezek a foglalkozások általában nem nagy egész osztályos foglalkozások, hanem kisebb bontott csoportokban történnek, és ezekre ez a tér adódott lehetőségként. Aki még soha nem járt nálatok, akkor érdemes az erdőjárók kalauzába menni először, majd egy kicsit ülepedni hagyni, és aztán lejönni ide, vagy akár egy túra alkalmával is megtekintheti ezt a kiállítást? Mind a kettő megtörténhet. Annyi a fontos, hogy míg a kiállítás az ugye egy múzeumi kiállító tér rendszeresen látogatható, addig ez a tér, ez inkább előzetes bejelentkezéssel javasolható, mert hogy itt ugye vezetés van, illetve olyan kis apró programok, amik huzamosabb itt tartózkodást jelentenek, tehát 10 perc alatt itt is ugyanúgy csak átfutni lehet. Itt nagyon sok órányi, tulajdonképpen több órányi lehetőség van arra, hogy valamit kézzel fogható módon a ide látogatók, akár családok, akár iskolás csoportok vagy szakkörök megtapasztaljanak. Hát mi itt a múzeumban kutatunk, tehát egy területet kutatunk, ez ugye Borsodabó Üzemplén megye volt korábban, amióta a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz tartozunk, azóta a Hermotton Múzeum még külön vált, tehát a Bükköt nem kutatjuk gyakorlatilag, de a Sajótól egészen a Tiszáig tartó terület az a mi kutatási területünk, ez le van rögzítve a működési engedélyünkben, és ezekről a területekről származó rovarpéldányokat nyilván a természetvédelmi engedélyek együtt rögzítjük, illetve velük kommunikálva kutatjuk a területet úgy, hogy ők is kapnak ebből információkat, hogy mik azok, hiszen mondjuk például egy bizonyos csoport, bizonyos bogárcsoportokhoz én értek itt a könnyeken, illetve részt vesznek benne más külső kutatók is, akik nem jönnek el ide feltétlenül, hanem a példányok eljutnak hozzájuk, és ők megmondják, hogy az micsoda, és akkor ezzel mind gazdagszik a tudásunk, hogy mik vannak itt. Nagyon sok érdekes élőlény került elő, több ezerféle. Neked mi a személyes kedvenced? Ó, hát nekem sok személyes kedvencem van. Általában a cincéreket kedvelem. Azt látunk most itt? Itt most éppen nincsenek, illetve ott az általános bemutatóban egy-kettő biztos el van helyezve, de alapvetően abból egy komolyabb gyűjteményünk van. A másik, amivel most éppen foglalkozok, az az ormányos bogarak zempléni területen élő fajai. Ebből készítünk elő egy könyvet, és ehhez készítek mikroszkópi felvételeket a reparált állatokról. Mi akár találkozhatunk ilyen bogarakkal? Biztos, csak nem ismerjük fel, nem tudatosul bennünk, hogy az egy ormányos bogár. Ormányos bogarakban most a legfrissebb statisztikai adatom szerint 855 féle azt van a mindenit. Környékünkön, cincérből csak 150 féle. Tehát nagyságrendi különbségek vannak, ez egy nagyon gazdag csoport. Milyen hosszú életűek lehetnek vajon ezek a pici élőlények? Hát maguk az élőlényeknek is, van amelyiknek nem is ismerjük az életmódját, sem azt, hogy meddig él, de általában a legtöbb állat egy évig él.
a legtöbb rovar vagy bogár egy évig él, hiszen itt a mérsékeltőben a téhez alkalmazkodnak, és a következő évet már az új generáció éli meg, de van, amelyik még rövidebb ideig több generációt fut egy év alatt, és van néhány olyan, mondjuk a szarvasbogár közismert, vagy a cserebogár, hogy több évig lárvaként, pondróként, pajorként élnek a talajban vagy korhadékban, és aztán egyszer csak néhány hétig kirepül az imágó, a hím és a nőstény, és akkor miután párzottak és létrehozták az új generációt, onnantól kezdve ők elpusztulhatnak. Tehát sose érik meg a saját gyerekeik felnőtt korát, mondjuk így szemléletesen. Bizonyos csoportonként raktam össze a madarakat, rokonsági csoportokban, még nyilvánvalóan a polcoknak van egy adott mérete, tehát nagyon nem térhettem el attól, hogy a nagyobb ők a kisebb testűek, ők viszonylag kisebb testűek, és itt nagyobb méretű madarakat csak vitrinen kívül tudtunk elhelyezni, nem is ez volt a cél, ezeket bemutatja a kiállításunk, az erdőjárók kalauza, sasokat, nagybaglyokat, stb. Itt pont azt a sokszínűséget lehet érzékelni, mondjuk az énekes madarak kapcsán, hogy a házunk, kertünk környékén mely fajok élnek. Két kedves kolléganőd is itt van most velünk, Gábor, itt ebben a teremben. Mit gondolsz, mi legyen a következő lépés? Mi az, amire rácsodálkozhatok legközelebb? Hát itt most éppen azt gondolom, hogy mivel van ebből mintánk, itt a egészen nagy, a pici és a legkisebb állatok vagy élőlények felé jussunk el. Dalma kolléganőm, aki a mikroszkóp világába bevezetné itt a nézőket. Akkor mikroszkópozunk egyet. Kedves nézőink, ezt önök is láthatják, hogy ez egyáltalán nem ivóvíz, hanem sokkal piszkosabb és koszosabb. Dalma, ez honnan van ez a víz? Ez nem csak víz, ez egy úgynevezett élő, vagy más néven természetes víz. Ez egy kerti tóból lett merítve. A kerti tóban, tehát akkor ennyi féle kis állatka vagy baktérium lakik? A baktériumokat szabad szemmel nem láthatjuk, de amiket látsz benne mozogni, például ezeket a kis világos barna élőlényeket, igen. Látod, ugye? Igen. Mozognak. Ők apró kagylós rákok. Uh-huh. Ők is benne élnek például, vagy alól van az a piros kis fonát. Minigilisztát látok itt. Minigiliszta. Ő nem minigiliszta, hanem egy úgynevezett árvaszúnyog lárva. Árvaszúnyog lárva. De láthatunk még benne különböző sávdarabokat, növényi törmelékeket, részecskéket, de ez az érdekesség ennek a víznek, hogy nem csak azok az élőlények vannak benne, amiket is szabad szemmel láthatunk, hanem olyanok is, amelyeknek a megtekintéséhez mikroszkóp szükséges. Szabad szemmel nem láthatjuk. Szabad szemmel nem láthatjuk, igen. Nagyon meglepődnénk, Dalma, szerinted, ha belenéznénk az ivóvízbe, ott vajon teljesen kizárt, hogy legyenek benne apró kis baktériumok? Nem teljesen kizárt, de ugye azokat tisztítják, ha esetleg mondjuk a csapnak a kifolyójánál valamilyen szennyeződés van, akkor belekerülhet, de a természetes, tehát a ivóvizet ezt folyamatosan tisztítják. Mi a helyzet szerinted a forrásvizekkel? Ugye azt gondolnánk sokszor, hogy kristálytiszták azok a vizek, viszont lehet, hogy óvatosan kell ott is bánnunk, hiszen most így, hogy megnézem mennyiféle, nyilván ezt nem innánk meg, még egyszer mondom, de lehet, hogy vannak benne olyan baktériumok, amelyek nem tennének jót. Természetes, hogy lehetnek benne olyan baktériumok, vagy mondjuk állati egysejtűek, akár algák, vagy mondjuk cianobaktériumok, amelyek termelhetnek olyan anyagokat, amelyek nem tesznek nekünk jót. Illetve, ha most belegondolunk, hogy abban a forrásvízben is mondjuk elpusztulhatott egy állat, aminek a bomlási folyamatai ott zajlanak éppen abban a vízben. Ott is ugye aktív bakteriális tevékenység történik, ami szintén nem biztos, hogy jót tesz az emberi egészségnek, hogyha ilyen vízből iszunk. Tehát, hogyha mondjuk valaki erdőben jár és forrásvizet szeretne inni, akkor tájékozódjon, hogy az iható-e, illetve azért nézem körül, hogy a környéken nincs mondjuk állati tetem, vagy a víznek milyen a színe. Nincs mondjuk sárgás elszíneződése. Na, én most már kellően felráztam ezt a vizet. Ez a milyen lárva? Mit mondtál? Szúnyog? Árvaszúnyog lárva. Árvaszúnyog lárva egészen biztosan elszédült, úgyhogy szerintem nézzük meg, hogy mikroszkópilag mit látunk egész. Egy csepp vízben? Egy csepp vízben, pontosan. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit találunk majd ebben a vízben, egészen pontosan a mikroszkóp alatt mit mutat egy csepp víz, igazdalom azt mondtad egy csepp víz. Na, hogyan történik ennek a menete? Az első alapvető lépés, hogy egy kicsit felkavarjuk, így felrázzuk, mert hogyha te is láttad, hogyha áll, akkor azonnal elkezdenek lesülni. Leülepszik az aljára. Igen, tehát picit felrázom, azért nem kell nagyon, és akkor van nekem egy ilyen pici cseppentőm, és egy csepp vizet erre a úgynevezett tárgylemezre
rácsöppentek. Így. Ez hűen tükrözi vajon ezek után, hogy felráztuk, ami benne található? Igen. Vagy hogy mondjuk a tizedik cseppet vennéd, akkor lehet, hogy más mutatna? Egy picit. Elképzelhető, hogy más élőlények lennének benne, de általában ezért ugye többször is meg szoktunk nézni egy mintát, és pontosan ez, ennek az a felkeverésnek az a lényege, hogy megpróbáljuk a lehető legjobban homogenizálni a mintát. Tehát akkor megvan, rátettük a fedőlemezt, ezt ugye úgy szoktuk, hogy buborék ne kerüljön alá, tehát buborék. Tehát lezártuk most egy fedőlemezzel, igaz? Igen, tehát szétoszlattuk azt a vízcseppet, amit te is láttál, és ugye, hogy láttad azt, hogy az az egy csepp víz a tárgylemezen egyébként már színtelennek tűnt. Igen. Mielőtt megnéznénk Dalma, bár már itt tényleg elég izgalmasan látszik, a mikroszkópról beszélj egy picit, mert ez elég komoly szerkezetnek tűnik. Igen, ez egy nagyon komoly szerkezet, tehát ez egy úgynevezett fénymikroszkóp. Ennek segítségével olyan élőlényeket tudunk megnézni, amelyeket szabad szemmel nem láthatnánk. Például algákat, cianobaktériumokat, vagy például baktériumokat. Különböző nagyítások vannak rajta. Most mi hányszoros nagyítást fogunk használni? Most 400-szoros nagyítást alkalmazunk. 400-szoros nagyítást. Ez egy 40-szeres nagyítást, ez a lencs egy 40-szeres nagyítást, ez lehetővé pedig fent egy 10-szeres, és ugye ezt úgy szoktuk kiszámolni, hogy 40-szer 10 az 400, de ezzel lehet sima 40-es nagyítást, illetve akár 1000-es nagyítást is elérni. Ez most a 400-as? Igen, illetve a fényerőt is lehet állítani. Ez a tárgyasztal, ez is mozgatható, illetve van rajta egy olyan kar, amivel így a tárgylemezt is tudom jobbra-balra mozgatni. Na, miket látunk? Na, és akkor itt ugye beállítjuk az élességet, és akkor elkezdjük nézni. Ugye az élő mintának az a sajátossága, hogy vannak benne olyan algák, olyan sejtek, amelyek nem tudnak mozogni, azokat könnyebben észre tudjuk venni. De ők például tudnak? Ők csak ilyen kis törmelékdarabok, de vannak közöttük olyanok, amelyek úgynevezett picocianobaktériumok, de meg fogok állni azoknál, amelyek érdekesebbek, illetve látványosabbak. Ezek a kék foltok, vagy lila foltok? Azok pici buborékok csak. Az csak buborék. Azok, azokkal nem kell foglalkozni. Na ez? Ő például egy úgynevezett kovalga, ő még él, és hogyha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy nagyon lassú mozgást végez. Maga ez a zöld, igaz? Tehát ő itt a kovalga, bocsánat, elállított. Egyébként a kovalgáknál is rengeteg, több száz faj van. Még ezen belül is a kovalgán? Persze, a kovalga az egy nagy csoport. Hmm. Tehát mondjuk olyan, mintha azt mondanám, hogy mondjuk bogarak, vagy azt mondanám, hogy madarak. Vagy mondjuk kételtűek. És őket a váznak a szerkezet alapján szokták határozni. És ugye ott vannak azokat, látod most már? Igen. Mint hogyha fordulna. Lehet, hogy átfordul. Látod, hogy... Igen. Uh-huh. Olyan, mint hogyha fordulna. Tehát ott vannak benne azok a kis fotoszintetizáló szervezetek, fotoszintetizáló kis sejtecskék, és így egy úgynevezett autotróf szervezet. Az mit jelent? Hát, hogy a fény energiáját hasznosítja, tehát a saját szerves anyagait szervetlenből állítja elő. Olyanok, mint a növények. Egyébként korábban az algákat a növények közé sorolták, a jelen rendszertan szerint már elkülönítik tőlük. Adok neked egy nagyobb kincset, mert hogy én egy tegnap vett mintából cseppentettem, és abban ugye kevesebb már az élet, hiszen kivettük ezeket az élő sejteket a környezetükből, viszont ez a minta egy frissen vett minta, egy körülbelül 2 órája vett minta. Ha akkor egy nagyobb eséllyel fogunk látni még több mindent benne. Sőt, hogyha belenézel, akkor ebben mozgást is láttam az elébb. Húha. Adok egy, de ők ugye azok, amelyek... Ebből az egészen alja részből is vehetek? Egy kicsit majd ezzel a cseppentővel meg tudod kavarni. Jó. És akkor erre csak egy cseppet. Na, kíváncsi leszek, hogy mennyire mutat más képet majd ez a víz. Ezt így, és ebből fogok egy cseppet, igaz? Egy cseppet? Ide. Ennyit. Úgy, nagyon jó. Oké, többi mehet vissza. Jó, ezt meg kérlek, hogy tedd rá a tetejét. És akkor ezt... Fedőlap. Igaz? Igen, fedőlemez, igen. Fedőlemez. Csak így laza mozdulattal ráteszem. Nézd, jó? Nagyon jó, nagyon jó. Először csinálsz ilyet? Először. Tökéletes. Ezt is odaadom neked, nagyon tökéletes. Szépen köszönöm. És akkor kicseréljük. Ő is egy alga lesz. Nagyon fürge. Nagyon fürge, vannak ostorai, innen közelről lehet is látni. Nem tudom, hogy a nézők mennyire fogják látni, de látni, hogy vannak ostorai. Az ostora végén van, amit maga mögött hagy? Vagy nem? Igen, tehát ez a sejtnek azon a végén van, igen. Ott is úszkál valami, ott vagyunk utána. Üldözőbe vettük a legkisebb algákat.
Vagy nem biztos, hogy algák, lehet, hogy mondjuk pont egy állati egysejtű, de ő konkrétan alga lesz, tehát az biztos. Hát köszönöm szépen, Dalma, neked, nagyon izgalmas dolgokat láttam. Nem is emlékszem, hogy esetleg általános vagy középiskolában talán egyszer-kétszer mikroszkópoztam, de hogy nagyon nagy élmény volt nekem. De még rejt titkokat ez a pici terem. Mit javasolsz, hogyan folytassuk? Igen, én azt javaslom, hogy Marika kolléganőnkkel folytassuk a beszélgetést, aki nagyon érdekes foglalkozásokat szokott itt a múzeumpedagógia területén belül tartani különböző korcsoportoknak, amelyeket a gyerekek nagyon szoktak élvezni. Köszönöm szépen még egyszer, akkor jöjjenek velünk és játszunk! És már meg is érkeztem mai utolsó helyszínünkre, ahol Marika csak nekem és persze önöknek tart egy külön múzeumpedagógiai foglalkozást. Általában hogyan kezded ezeket a foglalkozásokat? Mert hogy én itt teljesen el tudok veszni, annyi minden van ezen az asztalon, annyi kincset látok. Természetesen van egy jól bevált menete a foglalkozásoknak, hogyha általános természetismereti erdőjáró kalauza foglalkozást kér a csoport, vagy a hozzánk érkező látogató, akkor először mindig a kiállításban vezetem végig, egy rövid ismertetőt kap, ízelítőt a kiállításból, egy negyed órában, 20 percben, és utána érkezünk ide a foglalkoztató térbe, bár ez annyira friss még ez a foglalkoztató tér, hogy jobbára ezek a foglalkozások fönt a kiállítótérben zajlottak. Itt most már ez a tér lehetőséget ad arra, hogy még több mindennel megteríthetem az asztalt. Természetesen van egy általános vezetett menete. A foglalkozásnak a címe Érezd a természetet. Tapintás, szaglás. Tapintás, szaglás, hallás, ez mind megtalálható itt a foglalkozás menetében. És ugye természetes, hogy az előző két beszélgető partnered, ugye a kollégáim, lehetővé teszik azt, hogy én is rengeteget tanuljak a természettudományok terén, és ezt egy kicsikét emészthető formában átadjam a gyermekek interaktív. Számára. Interaktívan, igen. Mi az, amit most itt csak nagyon röviden esetleg kipróbálhatnánk, és én megtapasztalhatnék? Például a tapintás. Itt kézbe szoktam adni különböző terméseket, magvakat. Itt az érdekes, hogyha megkérlek most, hogy csukd be a szemed, igen, és akkor úgy felveszek innen valamit. Igen, tartsd a kezed, kérlek, a kezedbe adok először egy ilyet. Ez egy viszonylag egyszerű, ezt felszokták könnyen ismerni. Hát én azt gondolom dió. Igen. Igen? Igen, az egy dió, és akkor kezedbe adok most másik két tárgyat, hogy ezek mik. Ez lehet a mogyoró, vagy valami, nem biztos, mert egy picit rücskösebb. Igen, itt már valami szöget ütött a fejedbe, hogy valami nem... Ez nem lehet mogyoró, mert az sima lenne. Akkor nézzük a másikat, mielőtt kinyitnád a szemed. Ez pedig fogalmam sincs, hogy mi lehet. Ez egy ilyen nagyra nőtt diónak tűnik, de biztos, hogy nem az, mert itt... Hát ott már megvan egy kicsit törve. Megvan törve. Megkóstolta valami, úgyhogy nyugodtan nyisd ki a szemed. Tehát, mégis hogy ez mind dió. Ez mind dió. Csak ez a természet csodálatos tulajdonsága, hogy ez ugye a biológiai sokféleség. Ilyen pici diót én még igen, hogy egy fajon belül is nagyon sokféle változatot találhatunk, ahol például egy csigaháznál is. Vegyük az éti csigát, tehát nincs két egyforma házú. Ez a biológiai sokféleség. Vagy hogyha kézbe adok egy ilyen, itt már nem kell becsuknod a szemedet, ezt nagyon sokan nem szokták felismerni, vagy azt mondják rá, hogy gesztenye. Ez egyfajta kakukktojás, van egy foglalkoztató füzetünk, amiben termésfelismerések is vannak, termésfelismerős feladat. Ugye a különböző képekhez, amit itt nagyban is elkészítettünk, oda kell írni a terméseknek a nevét. Nagyon érdekes, hogy annyira meg lehet figyelni az egyes csoportokon, hogy honnan, milyen környezetből érkeztek. Tehát természet közel egy kisebb településről érkezik csoport, akkor szinte mindegyiket felismeri. Hiszen köztük él. Igen, igen, tehát többször találkozik vele. Hogyha egy nagyobb településről, nagyvárosból érkezik egy gyermek, egy csoport, akkor érdekes, hogy ezt nem ismerik fel. Ugye ez de a magyar nem gubacs. Meg. Ez a gubacs. Magyar gubacs, ez igen. Ez egyfajta kakukktojás, mert ez állati eredetű elsősorban, tehát a többi az növényi eredetű, ez pedig állati. A gubacs darázsnak a bölcsője lényegében. És a hozzá kapcsolódó munkafüzetben pedig akár itt megfejthetem, hogy mi az, amit itt látok, és itt a képen igen. szintén. Igen, igen, itt kézbe vehető, itt a képek is segítenek.
Igen, itt pedig a gubacs maga le is van írva, hogy mi ez. Ezt a természet alkotta, ezt a gyönyörű levelet. Amikor a patak vizébe belehullik egy falevél, akkor jönnek a kis bolharákok, körülbelül olyan fél centis nagyságúak, olyan, mint egy kis fekvő kiflicske, és elkezdik rágcsálni azt a falevelet, de az erek az már nagyon kemény anyagú számukra, ezért azt meghagyják, csak a belső puhább részeket fogyasztják el, és mi ezt, hogyha szépen kiszárítjuk, lamináljuk, akkor ilyen gyönyörűen be lehet mutatni, hogy akár itt még ugye egész sok megvan belőle, hogy ezt meg lényegében teljesen elfogyasztották már. És ilyen különleges érdekességeket figyelhetünk meg a természetben, hogyha itt a foglalkozásokon fel tudjuk ilyenekre hívni a figyelmét az érdeklődőknek. És van egy interaktív kivetítőtök is, oda is elmegyünk, megnézzük azt is? Persze, természetesen megnézhetjük. És már meg is érkeztünk a kivetítő elé. Gondolom, Marika, hogy ez is egy mikroszkópi kép, hiszen egészen pici lehet az, amit itt kinagyítva látunk. Milyen élőlény lehet ez? Ez, ha jól emlékszem rá, egy tölgyfa csipkés poloska, egy egész szép apróság, hiszen a zöld levélnek lehet látni a kis levélsejtjeit. Igen, ezt Gábor készítette, ez mikroszkopikus kép. Ez is megmutatja azt az érdeklődők számára, a foglalkozásokon résztvevők számára, hogy rengeteg olyan élőlény van a környezetünkben, ami mellett csak úgy elmegyünk, anélkül, hogy tudnánk, hogy körülvesz bennünket. Vagy észre sem vesszük. Persze, észre sem vesszük. Nyilván ott van a nagyszarvasbogár, vagy a katicabogár, még az úgy megy, és ismerjük is, de ugye a katicabogártól kisebb méretek körülvesznek bennünket nagyon nagy számban. És itt lehet látni, így kinagyítva a mikroszkóp segítségével, hogy milyen csodálatos élőlények vesznek bennünket körül. És ezért is jó, hogyha kirándulni megyünk, akkor ne legyen az, hogy letépkedünk ágakat, vagy bottal csapkodunk magunk körül, követ dobálunk a patakba, hiszen olyan élőlények életét tehetjük tönkre, semmivé, amelyek ott vannak, csak nem látjuk őket. De így megfigyelve pedig csodálatos élőlény mindegyik. Kaptam egy tollat a kezembe tőled, úgyhogy egy kicsit ki is próbálhatom az interaktív táblát. Mit javasolsz, hova lépjek? Mi az, amit érdemes kipróbálnom? Akár rajzolni is lehet rá. Körbe rajzolhatod. Ezt az élőlényt? Igen. Melyikkel? Egy kis türelmet, ezt így innen leviszem, ne zavarjon. Jó. És hát bármelyikkel zölddel is lehet, vagy szint változtathatsz rajta. Ez sárga lesz most? Igen. És akkor ez is ide tartozik, még ez is az állatnak a része? Igen. Jó, akkor itt megpróbálom körülrajzolni. Így megy egyébként, hogyha valami mentén kell mennem. Gondolom, hogy így, igaz? Igen, eddig jó. Menjen ez a... Majdnem. Igen, az a... Ez a rész is? Igen. A csápja. Másik csápja. Több csápja is van, nem? Az már a lába amúgy. Ó, az már a lába. Igen. Ó. Sőt, itt is itt van egy láb. Igen. És aztán így. Azt hiszem, hogy mindent megrajzoltam. Igaz? Nagyjából? Igen, igen. A többi láb, még itt látszik egy picike láb, illetve ezen az oldalon itt gondolom maga alá húzta. De lényeg az, hogy egy-egy ilyen játékkal akár egy bogárnak a jellegzetes tulajdonságát, hogy milyen az alakja, vagy vegyük ezt növényekkel, vagy akár a hegyek képét vetítem ki. Tehát így a gyerekek meg tudják azt nézni, hogy igen, milyen a vonala. Tehát rengeteg lehetőségre ad majd, rengeteg lehetőséget ad majd számunkra ez a kivetítő. Akkor én ezt most igyekszem megjegyezni, ez volt a tölgyfa... Csipkés poloska. Tölgyfa csipkés poloska. És ezzel búcsúzom a kedves nézőktől is, és arra bátorítom önöket, hogy jöjjenek el önök is a Kazinczy Ferenc Múzeumba, és ebbe az új kiállító térbe, és tudatosan csatangoljanak, ha lehet. Köszönjük a figyelmüket, találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra!